Az a magyar politikus nem lehet az érdeke. Európa egyik legrégebbi államában, itt a királyaink előtt, akik megteremtették hazánkat, meg is őrizték, mit is mondhatnak egy demokráciában élőként? Előrehozott választásokat, a jelenlegi alkotmány szerint a népfelség gyakorolja. Azaz mi? Ami viszont nem tudunk gyakorolni. Azért vagyunk itt, gondolom. Az esküszegő gyurcsánytól úgy, ahogy megszabadultunk, most pedig bennünket kihagyva, a bajnai gondot akarják a nyakunkba ültetni. Egy áramvételező szakember nem is beszélve a mai tudszági vállalkozásáról, amit szóval remekül igazgatott, hogy csörbe is vitte valamennyit. Másfelől soha senki nem szavazott rá, én gondolom a lelkiismeretese tiszta, hiszen számos emberi élet száll a lelkén. Nem hiszem, hogy egy ilyen alak lehetne akár egy motoros csapat vezetője, a tagok megkérdezése nélkül, nemhogy Magyarországé. Gondoljatok csak bele, hova vezetne bennünket egy túla során? A szakadékba, a halálba. A motorosok azon része, akik nem hajlandó térden állva várni az általuk elképzelt jövőt, egyenes gerincre állva maradunk, ahogy tettük eddig is, és minden kirívó jogsértéssel szemben, illetve a magyar érdekek mellett minden civil szervezet számíthat ránk. A teljesen igénye nélkül csak egy párat felsorolni. Mielőtt felsorolnál, ki kell legyen a szuszkultot a motorból, másik motoros érkezett. Jó, csak egy... De nézzél néha balra is, nem jó, ha csak jobban mondod. Tehát a magári motorosok, a nemzeti érzelműek, a magyar vándorok, és az ország valamennyi területére, most nem sorolom fel, a golyomotorosok. A lényeg még egy mondat. Kérésünk minden civil szervezet felé, hogy az ország érdekében minél szélesebb legyen az összetartás a nemzeti oldalon, amire egy követendő példa a mai demonstráció. Nekünk motorosokat nem idegen ez, hiszen legendás a motorosok összetartása, mi ismerjük és be is tartjuk. Mielőbbi előrehozott választás, döntsön a nép, a bumit kapjon, ne hallgál! Bírják még szusszal! Mert az igazság az, ha innen hátra nézek, akkor még ugyanannyian nincsenek már a felszólalók, mint amennyi.